a rózsafüzér nagyfokú hatékonyságával kapcsolatban hozzá kell tennünk, hogy Szent V. Pius 1571-ben az egész egyházban elrendelte a rózsafüzér imádkozását a Szent Szűz oltalmának kiesdésére a muszlimok európai térhódítása ellen. Amikor a keresztény hajóhadak Lepantónál fényes győzelmet arattak az oszmán muszlim török túlerővel szemben, a pápa ezt egyértelműen a rózsafüzér kegyelmeinek tulajdonította. 13. Gergely a Monet Apostolus bullában, melyel a rózsafüzér ünnep bevezetésre került, a pápa arra emlékeztetett, hogy Szent Domonkos azért vezette be a rózsafüzérezés áltatos gyakorlatát, hogy Isten haragját elterelje és a boldogságos szűz segítségét kieszközölje. És valóban Szent Domonkos a szűzanya ajánlására hit titkait prédikálta, és hallgatóival a mi atyánkot és az angyali üdvözletet imádkoztatta. Ezt azért tette, mert a beszéd akármilyen brilliáns is, nem elégséges az emberek megtérítésére. Egyedül Isten kegyelme képes a lelkek megtévesztettségét vagy rejtett ellenállását megtörni, és ezt a kegyelmet csak az ima, a rózsafüzér ima segítségével lehet megszerezni. Amikor 1726. március 26-án 13. Benedek pápa kihirdette, hogy Mária azért ajánlott a Szent Domonkosnak, hogy a népnek a rózsafüzéről prédikáljon, mert ez az ima különösen hatásos segítség az eretnekségek és a bűnök ellen. Mindazonáltal a rózsafüzér imádság nem csupán új és szép szokássá vált, hanem Szent Domonkos ideje óta ez lett az egyház egyik leghatékonyabb fegyvere ellenségeivel szemben. És ebben nem az imaforma, hanem az angyali köszöntés szavai képezik a természet feletti erőt. Így ne akarjunk mi más rózsafüzéreket imádkozni. Montfalti Grignon Szent Lajos így ír a Tökéletes Mária Tisztelet című művében. Kérve kérlek benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek. Imádkozzátok el naponta az olvasót, sőt, az egész 15 tizedes rózsafüzért. Halálotok óráján áldani fogjátok a napot és az órát, amikor nekem hittetek. Ó rózsafüzér királynője, könyörögj érettünk, és árazd szeretetlángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen.